Köszöntöm kedves nézőinket, hölgyeim és uraim, most következő aktuális beszélgetésünknek az adja az apropóját, hogy az Eszterházy Károly Főiskola és a Szlovákiai Univerzita Konstantina Filozófa Nyitrai Egyetem együttműködési megállapodást kötött egymással 5 évre előre. Köszöntöm stúdiónkban vendégeinket, a Nyitrai Egyetem professzorát, rektorhelyettesét, rektorát és rektorhelyettesét szintén, aki segíteni fog nekünk a beszélgetésben. Mindenek előtt arra szeretném kérni a Nyitrai Egyetem rektorát, hogy szíveskedjék bemutatni nekünk a Nyitrai Egyetemet. Milyen intézményről van szó, mekkora volumenű? Ďakujem. V prvom rade by som chcel pozdraviť nielen vedenie univerzity, vedenie vysokej školy v Egeri, ale aj celú akademickú obec, pretože sme tu poprvýkrát ako predstavitelia univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Dovolte, aby som uviedol základné údaje o škole, na ktorej pracujem ako rektor. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre patrí medzi väčšie slovenské univerzity. Môžem uviesť niektoré kvantitatívne údaje. Naša univerzita má 5 fakult, fakultu filozofickú, fakultu prírodných vied, pedagogickú fakultu, fakultu zdravotníctva a sociálnych vied a najmladšia fakulta univerzity je fakulta stredoeurópskych štúdií. Na všetkých fakultách našej univerzity študuje takmer 13 000 študentov. Máme množstvo veľmi zaujímavých a atraktívnych odborov. Naša univerzita patrí medzi tie, kde je záujem verejnosti, maturantov, stredoškolákov veľmi veľký o štúdium. Každý rok naplňame naše plánované počty veľmi vysoko a veľmi úspešne. Čo je tiež zaujímavé, že sa orientujeme predovšetkým na formy štúdia, denného štúdia, menej na externé štúdium a chceme dosiahnuť, aby sme sa stali v krátkom čase výskumnou univerzitou, pretože tento proces na Slovensku ešte neskončil, alebo ešte ani nezačal. A naša univerzita má všetky ambície získať ten najvyšší stupeň v rámci triedenia univerzit, v rámci Bolonskej deklarácie, byť výskumnou univerzitou. Engedjék meg, hogy tolmácsoljam a rektor úr szavait. Elsősorban üdvözli a Eszterházy Károly Főiskola vezetőségét, akadémiai társulatát, és kifejezte nagy örömét, hogy itt lehetünk, és eddigi jó kapcsolatokat, ami ilyen emberi viszonyokon állt, mostán egy kicsit ilyen institucionális alapon is lehetett valósítani. Reméli, hogy ez a szerződés, amit aláírta két rektor úr, új keretet fog itten lehetővé tenni ennek együttműködésnek. Ami a Nyitrai Konstantin Egyetemet érinti, vagy ennek a munkálatát, mind ilyen megismertetést, azt mondta a rektor úr, hogy a mi karunknak mi egyetemünknek 5 kara van, az első kar az a legnagyobb kar a bölcsészetkar, a második kar az a természettudományi szakokkar, a pedagógus kar, aztán a szociális tudományok kara, és a legfiatalabb kar az a közép-európai tanulmányok kara. Ezeken a karokon néhány 10 szakot valósítunk. Nálunk működik már a bakalariátusi, magiszteri és a doktorandusi szinten zajlik le a oktatás. Nálunk Bologna folyamatként emlegetjük ezt Igen, igen, nálunk már bolognai folyamat nagy részben valósult, és hát ez a dolog érinti körülbelül
10-12 ezer diákot, aminek nagyobb része persze nappali és sok, ahogy mondjuk, levelező diákunk is van. Fontosnak tartjuk azt, hogy ez a ilyen gyarapodása egyetemnek zajlódjon le egy ilyen nemzetközi keretekben is, és azért igyekszik egyetem építeni a külföldi kapcsolatokat is. És mint a Magyarországgal, már eddig is magyarországi intézményekkel, főiskolai intézményekkel voltak jó kapcsolataink, reméljük, hogy ez a mai EGRI egy aláírása ilyen állapodásnak nagyon-nagyon segíti majd a EGRI és a mi nyitrai törekvéseinket is. Professzor úr, rektor úr, mi volt az, ami miatt Egert választotta erre az együttműködésre, és a mai találkozás mennyire igazolta az elvárásait? Pán rektor, z čoho vlastne vyplnul ten fakt, že ste si vybrali práve Eger na vašu návštevu, a teda aj na podpísanie tejto dohody? V prvom rade považujeme Maďarsko za svoju veľmi blízku susednú krajinu, s ktorou malo Slovensko veľmi dlho spoločnú históriu, a myslíme si, že univerzity by mali otvárať ten nový moderný európsky priestor spolupráce v rámci Európskej únie. Eger sme si vybrali preto, lebo vieme, že učiteľské vzdelávanie v Egeri má už 230 ročnú tradíciu a že je tu vysoká kvalita vyučovania, pokiaľ ide o prípravu učiteľov. Rovnako si myslím, že sú tu mnohé zaujímavé odbory, ako som to mohol vidieť aj pri exkurzii. Vynikajúce technické vybavenie, ktoré nie je vidno na mnohých univerzitách vo svete, také ako som videl na tomto oddelení informačno-komunikačných technológií, tu, kde sa nachádzame aj práve štúdiu tohto oddelenia. Takže je tu mnoho zaujímavé a táto spolupráca vznikla spontánne a trvá už, by som povedal, niekoľko desiatok rokov. Dnes sme len podpísali dohodu, ktorá vytvára taký rámec, základ pre rozvíjanie spolupráce v tom ďalšom období na vyššej kvalitatívnej úrovni, ako to bolo doteraz. Mi nagyon komolyan érzékeljük, hogy a szlovák és a magyar történelemnek sok egyforma vagy közeli ilyen pontja van, amin lehet építeni. És azért választottuk a Egert is, mert utóvégre Egerrel, már mind a főiskolával, a mi egyetemünknek néhány tíz éves együttműködése van. Eger tud kínálni olyan tudományos terveket, olyan tudományos programokat, amik minket érdekelnek. Mondjuk máma is láthattuk, és utoljára ez a tévéstúdió is annak ilyen, azt mutassa be, hogy ez mi nekünk egy kicsit inspirációs lehet, hogy a technikai eszközöket ki lehet használni ilyen módon is. És azt talán kell esetleg említeni, hogy a Nyitrai Egyetemen utóvégre nem kevés egeri diák mondjuk elérte a doktorandusi szintet. Így mondhatnak néhány nagyon komoly személyiséget erről a egyetemről, erről a főiskoláról, amely nálunk végezte a tanulmányait. Úgyhogy ez a mai aláírás, ez igazán csak így alapozza azt, ami már itten lezajlik, igazán sok éven át. Rektor helyettes asszony, ön a tudományos területekért felel a Nyitrai Egyetemen elsősorban, és hát az akkreditációs ügyekért. Milyen kapcsolódási pontokat lát a mi főiskolánkkal? Milyen területeken tudnak együttműködni majd? Rektor, za oblast vedy a výskumu a za oblast akreditácií. Aké možnosti, aké spoločné možnosti vidíte v tejto oblasti v spolupráci medzi Nitrianskou a Egerskou vysokou školou? Ja by som sa na úvod si dovolila povedať, že Nitria je síce mesto historické, ale zároveň je to mesto aj moderné a mesto akademické. V Nitre, ktorá má 100 000 obyvateľov, sú dve univerzity.
Je to Univerzita Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita. V priebehu dvoch semestrov akademického roka Nitra vlastne žije svoj vysokoškolský akademický život. Môžem povedať, pán rektor, skoro 30 000 vysokoškolských študentov. Nitra je stredisko nielen dvoch univerzít, ale aj mnohých výskumných ústavov, dokonca výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Toto vytvára ideálne podmienky na vedecký život na našej univerzite. Akreditačný proces, tú otázku ste mi položili? Áno. Je veľmi náročným procesom, najmä v súvislosti s kritériami, ktoré si postavila akreditačná komisia, ktorá bola kreovaná už v duchu nového vysokoškolského zákona, ktorý u nás platí od roku 2002. Sme univerzita, ktorá, ako povedal pán rektor, akreditovala a v súčasnosti sme už dostali, je to snáď smiešne, ale môžem povedať, že viac ako 1500 akreditačných diplomov, pretože máme tak polovičku študijných programov učiteľského smeru a polovičku študijných programov, ktoré nepatria teda akosi do sféry prípravy pedagógov, ale do sféry prípravy odborníkov v oblasti prírodných vied, v oblasti spoločenských vied a v oblasti vied spojených s masmédiami a spojených s oblasťou sociálnych vied, zdravotníctva, žurnalistiky a vôbec kultúry. Akreditačný proces, ktorým prešli všetky univerzity, sa v túto chvíľu ukončieva a ukončieva sa v prospech našej univerzity veľmi úspešne. Tak, ako naznačil pán rektor, patríme medzi veľmi významné univerzity a chcela by som povedať, že tie počty, ktoré možno vás, hej, študentov, nejak tak neprekvapujú, pretože pán rektor vašej vysokej školy hovoril o trošičku vyšších, ale práve pochádzame z regiónu, kde v intenciách 70 kilometrov medzi Bratislavou, Nitrou a Trnavou je skoro 8 univerzít. Takže vzhľadom k tomuto ten záujem o štúdium je veľmi vysoký a toto je vlastne spojené s veľmi dobrým imidž, ktorý má naša univerzita aj zásluhou vedeckého života. Fungujeme v intenciách výrazných slovenských domácich národných agentúr, ako sú agentúry pre vzdelávanie, KEGA, agentúry pre vedeckú prácu VEGA. Máme množstvo zahraničných mobilitných aktivít v rámci grantových projektov. Máme výskumné zahraničné úlohy a dokonca máme aj dve významné štátne objednávky. A aká je spolupráca? Ďakujem, pán rektor. Spolupráca, vidíme túto možnosti spolupráce, vidíme v tom, že ako nás informoval váš pán rektor, vidíme z našej strany by sme mohli pomôcť a ponúknuť možnosti práve vedeckého rastu vašich mladých pedagógov v intenciách niekoľkých desiatok doktorandských štúdií, prípadne potom aj v intenciách ďalších vedeckých rastov, či už v oblasti habilitačných a inauguračných konaní. A myslím si, že aj v intenciách toho európskeho priestoru vidíme možnosť vstupovania do rôznych spoločných projektov, ktoré pre tieto krajiny sú tu možné, teda ako si vytvorené tieto možnosti. Bevezetőként azt szeretném megmondani a rektora helyettes hölgy, hogy a Nitra ez egy történelmi város, történelmi szlovák város, de mind a mai napok értelmében is egy fontos város abból a szempontból, hogy Nitrán két egyetem működik. A mi egyetemünk a Konstantin Filozofus Egyetem és a Szlovák Mezőgazdasági Egyetem, és ez a két egyetem Nitrára naponta behoz majdnem 30 000 fiatal embert. Úgyhogy a Nitrán, itt az egyetemi élet nagyon-nagyon ilyen fontos jellegű, és ebből keletkezik az is, hogy itt van sok lehetőség ezzel együttműködésre is. Ami a tudományt illeti,
és akkreditációs folyamatot illeti. Mi egyetemünkön néhány száz új akkreditációt kaptunk, ilyen megbízást, amit szóval mind a oktatás keretében tudunk realizálni, és ez is mondjuk érdekes lehet a mi partnereinknek, mondjuk hát már hazai, vagy esetleg a külföldi térségekből is. Ami azt illeti, hogy mit tudnánk így kínálni, vagy mivel lehetnénk így segítőként működni mondjuk a Egeri főiskola iránt, főleg a doktorandus oktatásról lenne szó, ahol nekünk majdnem 30 lehetőségünk van, ilyen tanulmányos programunk van jóváhagyva, és ez azt hiszük, hogy érdekes lehetne a Egeri főiskolának is. És azt is meg kell mondani, hogy itt nagy lehetőségek vannak mondjuk ez a bolognai folyamat körében is, és az Európai Unió is itten ilyen lehetőséget ad abból a szempontból, hogy egy néhány közös projektukot lehetne létrehozni a tudományi szóval szempontból is. Úgyhogy igazán itten nem látunk korlátokat, sőt azt hiszük, hogy annyi a lehetőség, hogy mi talán nem is fogjuk tudni kihasználni. És hát akkor azt se felejtsük el, hogy ön pedig a közép-európai tanulmányoknak a rektor helyettese. Adódnak-e együttműködési lehetőségeink ezen a területen? Őszintén megmondva, én azért is jöttem el, mert nekünk van egy ilyen elképzelésünk konkrétan a önök főiskolájával, ami ez az együttműködés arra irányra van központosítva, hogy kialakítanánk mondjuk egy ilyen közös tanulmányi programot a könyvtár és informatikus technológiák terében. Úgyhogy itt nagyon igazán örülnénk, ha sikerülne egy ilyen közös projektot létrehozni, amivel segítenénk a önök diákjait és segítenénk a mi diákjaink. Mert azt megengedi, megmondanám, hogy a közép-európai tanulmányok karának nagy része magyar nyelven zajlott le oktatás, úgyhogy ez a kar főleg kisebbségi oktatásra volt irányítva, és vannak ilyen két alapja, az a egyik alap az a magyar tanítók képzése Szlovákiában, és a másik alap az még olyan tanulmányok képzése, a szakemberek képzése, amelyek nem tanító szakosok, de a nemzetiségi tereken szóval lennének, szóval működnek majd, ha végzik-e főiskolai oktatást, mint szakemberek. Úgyhogy ebből a szempontból is igazán nagy a lehetőség, és mi ezt a lehetőségeket ki akarnánk használni. Azt hiszem, hogy ebből a rövid beszélgetésből is kitűnt, hogy közös dolgaink vannak, és közös kultúrával igyekszünk Európába együtt, és tudunk mit tenni együtt. Z tohoto nášho krátkeho rozhovoru vyplýva, že máme naozaj veľa spoločných záujmov, spoločných problémov a do tej spoločnej Európy naozaj máme reálnu šancu vstupovať spoločne. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba, és közreadhattuk az információkat, és sikeres együttműködést kívánunk. Úspešnú spoluprácu. Áno, ďakujeme aj my veľmi pekne a prajeme najmä Egerskej vysokej školy veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Rektor úr, beköszöntem meghívást, és kívánja Egeri főiskolának igazán nagyon sok sikert, és nagyon-nagyon sikeres együttműködést. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük.